Már megy is. Töltés van. Adjon az Isten szerencsét minden betyárnak, minden szép jó embernek hazafina. Ez a jeles napból, melyen András barátunk születésnapját köszöntjük, ő fogja elsütni az egyfontos 1848-as tüzérségi ágyút. Az ágyú tüzelésre kész, tüzelést elvégezni, tűz! Isten és az a névje, ámen! Köszönöm! Köszönjük szépen! Ez jó képet azért csak. Thank you.
Szeretnék zavarni mindenkit. Nagyon szépen köszönöm az Andris és a magam nevében, hogy eljöttetek és jól laktatok. Reméljük, hogy nagyon finom volt, mindenkinek ízlet. A gulyáslevest Zoli és Kinga készítette, úgyhogy ezt neki kell megköszönni. A töltött káposztát nem szerintem még nem kóstoltátok, majd ha igen, akkor majd, ha jó, akkor én készítettem, ha nem jó, akkor Zoliék azt is. Na jó, ez csak én. Van köztünk egy, hát nem mondom, hogy fiatal és ifjú pár, de én úgy gondolom, hogy megérdemlik az Andris összeállt, vagy mi, hogy hívják az ilyet Andris áldását. De én szeretném, hogyha a Zoli és a Kinga ide jönne hozzánk, illetve ide mellém egy pillanatra. Hogyha mindenki ott áll, akkor... Nem, állj, azt mondom, én vagyok a tanú. Te vagy Zoli a vőlegény. Csak azért, hogy ne menjen a másik áldáját. Én, hogy legyen valami, menj a szerintem. Úgyhogy én átadom a szót. Egy kezet kérdék innen, és akkor az öreg Isten szín előtt puszta törvénye szerint egymásra tanulgatom neked, ha nem szokott megérte. Legyen hát akkor. Jó gondold meg, szolgám elejét utolját, hogy kivel kötöd be két szemed világát. Mert nem tiszta búza, hogy learatatnád, sem nem kölcsönkenyér, hogy visszaadhatnád. Kérdezlek, jó öcsém, kérdezlek, szép ugom. Bár a lelkem éljen, a választ már tudom. Ígéredé, fogadodé, hogy a kedves párod se tettel, se szóval, soha meg nem bátod. Nála szebbet, jobbat, különbet meg se látsz. Nála hűbb szeretőt keresve se találsz. Fogjátok meg egymás kezét. Legyetek már eztán egy test és egy létek. Rátok áldást én az Úristentől kérek. Amit ő összeköt, ember szét nem tépi. Állás szívvel mondjuk köszönetet néki. Jó öcsém, szép ugam, férnek, feleségnek mondok benneteket. Áldja meg az Isten közös életeteket. Csókoljátok meg egymás. Viva! 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 Jöhet az ötödik! Köszönjük. De azért megy az, hogy csak ott visszajárt. Nem megy, nem a kéjét, de azért már. Köszönjük. Én voltam a tanú. Na, az idén 20 éves házasok lettek. Hát gratulálunk. Aki nem ismer, Tóth Tünde vagyok, a Pásztor Hagyományi Értető Egyesület elnöke. Egyesületem néhány tagja is itt van nagy örömömre. Biztosan hallottatok, vagy voltatok már kis visszaálláson a puszta ünnepe rendezvényen. Idén is megszervezzük, most két naposra, mert annyira sok jó visszajelzést kaptunk. Július 24-25-én várunk mindenkit szeretettel. Kis szálláson a Kisgulyak útnál. Tavaly körülbelül 500-an voltunk, szeptember 6-án sikerült csodálatos időben megtartani. Igaz, július 25-én is próbálkoztunk vele, akkor az eső kicsit elmosta, de tanulságnak jó volt, hogy készülünk arra. Én ennyit szerettem volna, érezzétek továbbra is jól magatokat. Ameddig gondoljátok, addig maradhattok. Július 4-e Pozsonyi csata Budapestre, a szervezők várják a betyárókat a felvonulásra, az András után ősök telik a programmal együtt. Tegnap is szégazolás. Köszönjük szépen. Vágyunk viszed? Nem fogom úszni az András, de én befogunk azt majd. Visszavedlek én betyárnak. Nem volt a tőle magámaiban, hogy ne vagy élet.
boldogságot! Benne van, hogy kell hozzátolni ebbe, hogy mindenképp hozzáérjen, hogy ugye tűzátadás megtörténjen. Biztonságokból mindig oldalra húzunk, mert a tűz ugye kifelé csak, mert van biztonságosan, ilyenkor az ágyom átműveléseként szállunk. Ezután van a vezénylés, mindenképp oldalra. És kedves barátnénknak, Heninek a születésnapja tiszteletére szeretnénk ezzel a kis díszlevéssel tisztelegni. Az ágyú tüzelésre kész, tűz! Isten és az a nevébe. Amen. Hát, és ettől csak a többi még hangosabb. Jobbat. Na kurta, mit jelent? Hát azt, hogy verve jó. Erre mondták, hogy azt, hogy verve jó. Nagyon nagy szeretettel köszöntünk benneteket, és örülünk, hogy végre a vírus után így együtt lehetünk ilyen kicsi-pici csapatban, de nagy-nagy örömmel, és annál nagyobb szeretettel. És fogadjátok most tőlünk a hagyományőrző kelevézektől Rezső Éva, Juhász Zoltántól. 2012-es fölvétel, úgy csináljátok. És Nagy Csünditől, tehát most először az ős bemutató. Thank you.
Come on,